Pastor.
keresztnél várva, hiszem, hogy az álmaink Istentől vannak, de amikor visszarakjuk azt az ő kezébe, mert a világ az olyan sokszor bezavar, hogy mi is a mi álmunk, hogy így most kérjük Istent, hogy ő mutassa meg, hogy mik az igazi álmaink, mik azok az álmaink, amiket ő rakott a szívünkbe. Most ezen így csendesedjünk és imádkozunk egy pár perc. Magunkban. Atyánk, köszönjük, hogy te nem akarod, hogy rémálmunk legyen az életünk. Hogy Uram, te vagy az, aki a szívünkbe álmokat raktál. Hogy miket érjünk el, milyen céljaink legyenek. De olyan sokszor a világ felkínál értékesnek látszó dolgokat. Urunk, hogy tudjunk a te szemeddel nézni, hogy tudjuk az örökké valóság fényében látni a dolgokat, hogy lássuk, hogy a hírnév, a csillogás, a siker, az elmúlik. Ha a te akaratodat tesszük, az megmarad mindörökké.
sokszorunk ez a vágyunk, hogy tudjunk elcsendesedni, úgyhogy halljuk a te hangodat. Hogy tudjunk rád hangolódni, hogy észrevegyük, hogy mik azok az álmok, amiket te adsz a szívünkbe, legyen az családdal kapcsolatos, legyen az üzlettel, vagy sportolással, bármilyen dologgal az életben. Hadd vegyük észre, hogy mik azok az álmok, amik tőled vannak, és köszönjük, hogy te is arra vágysz, hogy mint jó apa mindenre lásd, hogy azt lásd, hogy beteljesedett életet élhetünk. Urunk, amikor az utolsó napon majd halálunk előtt visszagondolunk, akkor nem úgy szeretnénk élni, hogy visszanézünk, azt mondjuk majd, hogy bárcsak jobban figyeltem volna Istenre, vagy nem a pénzt, vagy nem a sikert hajtottam volna. Add, hogy ne legyenek ilyen megbánnivaló dolgaink ott az életünk végén, hanem amikor majd visszanézünk az életünkre, hogy mondhassuk azt, hogy Istennel jártam, hogy elvégeztem a futásomat, mint Pál. És Urunk, köszönjük, hogy sokan még az életünk elején vagyunk, közepén. Segíts minket most úgy élni, hogy majd azon a napon nyugodtan állhassunk. Nyugodtan csukhassuk le a szemünket, hagyj számláljuk bölcsen napjainkat, mert nincs túl sok belőle. Köszönjük, hogy te éltetsz minket, és kérünk úgy másra, és a te lelkeddel taníts minket, és vezess minket. Oh,
Atyánk, köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy te alkottál, formáltál minket egyen-egyenként. És Uram, olyan könnyen dicsérünk embereket, foci csapatokat, autókat, ékszereket, ruhákat. És olyan nehéz néha téged dicsérni. Kérünk, hogy nyisd meg a szemeinket, hogy hagyj értsük meg végre, hogy minden belőled fakad, hogy minden szépségnek, minden jónak, minden naplementének te vagy a forrása, te alkottál ezt az egész világot. És Uram, kérünk, hogy így hagyj értsük meg hogy értsük meg a te nagy kegyelmedet. Hogy értsük meg azt, hogy te milyen csodálatos vagy. Hogy tényleg egyszerűen csak leboruljunk előtted, és imádjunk. Urunk, köszönjük, hogy arra hívtál, hogy veled együtt megálljunk a harcmezőn. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy te erős vagy, te megtartó vagy. És Urunk, kérünk, hogy a következő napokban tényleg hagyj menjünk el, hagyj menjünk veled kettesben, hogy erre hagyj csináljunk időt, mert magától nem lesz. Hogy tényleg erre hagyj csináljunk időt, hogy veled legyünk, hogy rád figyeljünk. És köszönjük, hogy nem kárhoztatni akarsz. Nem azért akarod, hogy kettesben legyünk, hogy majd ott jól elmondhass. Uram, mert részben már mi is sejtjük, hogy nem vagyunk annyira királyak, és te pedig minden bűnünket látod már így is. Hanem azért akarsz kettesben lenni veled, hogy taníthass minket, hogy beszélhess a szívünkhöz, hogy amikor hagyjuk magunkat, akkor formálj. Mert te csak akkor teszed. You know how the kids come in and talk to mom? I love it. Every time we meet, some of the kids come in and talk to mom about something. Annyira jó, hogy minden egyes alkalommal, amikor tanítás van, hogy beszalad egy gyerek, mond valamit az anyának. They're never afraid to come to mom. Soha nem félnek attól, hogy odafordulnak anyához vagy apához. This is the way God wants you to be with him. És azt szeretné Isten, hogy te is ilyen kapcsolatban legyél vele. He wants you to think of him first. Azt szeretné, hogy rá gondolj először. And come running to him. És hozzáfuss. And as Calvin says, bring your needs and put them in his lap. És ahogyan Calvin mondja, hozd a szükségleteidet és tedd az ő ölébe. Just like that. Pont úgy, ahogy ott látják. God wants you to do that. Isten azt akarja, hogy te is azt tedd. Go climb up in his lap. Menj és ülj az ölébe. Emlékeztek tegnap, mivel szólt be? Nyugodtan kapcsolatot.